Alig egy hét alatt állt át teljesen online oktatásra a Győri Egyetem, az átállás azonban nem okozott gondot se az oktatók, se a hallgatók számára. Így értékelte az elmúlt hetek eseményeit a Széchenyi rektora. Dr. Földesi Péter kiemelte, az volt a lényeg, hogy a hallgatókat a kialakult helyzetben se érje hátrány a tanulásban. A hallgató nem kérte, hogy legyen koronavírus járvány, ezért aztán őt nem érheti hátrány, ezt tekintett be, két oldalról nem érheti hátrány. Egyrésztől nem kaphat egyet, nem bukhat meg, nem érheti hátrányos helyzet amiatt, hogy most az oktatás körülményei változtak. Ez ami látványosabb. A másik része, hogy nem kaphat kevesebb tudást, és nem kaphat kevesebb szellemi tőkét, mint egyébként kapna, hiszen ő azért jött ide, és azért tölti az idejét itt, sőt, hogy a hallgatóknak egy része azért fizet, könyvköltségi díjat, hogy ő ezt a tudást megkapja. Ez egy korrekt szerződés, ő fizet, vagy fizet az állam helyette, és kap valamit, és ezt ennek a minőségét meg kell tartani. Ez a fél év már távoktatásban ér véget, és a vizsgák nagy részét is online bonyolítják az egyetemen. Ez alól csak a záróvizsgák és a doktori védések jelentenek kivételt, amikor engedélyezett lesz a személyes jelenlét. Egy olyan rendszert alakítottunk ki, hogy 3-4 különböző módszertan közül választhat az oktató, nyilván a tantárs sajátosságának megfelelően, a létszámnak megfelelően, és minden másnak megfelelően. Én ebben kapcsolatban bizakodó vagyok, mert ezt meg fogjuk tudni oldani. Most nyilván vannak olyan vizsgák, és ez például a záróvizsga, ahol a személyes jelenlét az fontos. És szerencsére ez nagyon korán kiderült, ugye az előző kormányrendeletből, hogy a záróvizsga esetében ezt engedélyezték a hallgatóknak a megjelenését, mert a záróvizsga az nem egy kolokvium a 100 közül, hanem az, amikor egy ünnep, amikor befogadjuk a kollégát a szakmai közösségbe. A diplomaosztókat valamikor július közepén tartanák a Széchenyin, de a rektor nem támogatja az online diplomaosztó tervét, helyette inkább szeptemberre halasztanák azt, és az évnyitóval összevonva adnák át a jól megérdemelt okleveleket. Az új tanévet pedig úgynevezett vegyes oktatásban kezdhetik meg a hallgatók. A tárgyak egy része távoktatásban van, e-learningbe, egy másik része frontális kontaktórás oktatásban. Ami az azt jelenti, hogy egyébként, mondjuk, hogyha egy heti 30 kontaktórán számolok körülbelül, ami azt jelenti, hogy akkor a heti 30 kontaktórából mondjuk 15 a távos, 15 a nap. Ami azt jelenti, hogy már is a kontaktusoknak a számát azt felére csökkentettük, illetve, ha így veszük, akkor az intézmény fizikai kapacitásnak és tantermek, laboroknak a kihasználtságát a felére vittük le, vagyis akkor a 400 fős teremben nem kell 400 főt betenni, hanem csak 200, pedig 200 ültek benne, akkor 100. Én azért azt gondolom, hogy a személyes jelenlétet teljes egészében nem lehet kiküszöbölni az oktatásból. A rektor arról is beszélt híradónknak, hogy az idén a Széchenyire jelentkezők száma az országos átlagnál is nagyobb mértékben csökkent, de szerinte nincs ebben semmi meglepő. A szakgimnáziumi diákok közül ugyanis sokan kivárnak a továbbtanulással. Azokra a szakokra, ahonnan szakgimnáziumokból jöttek a hallgatók, ha szoktak jönni a hallgatók, ott viszont egy nagyon látványos visszaesést látunk. És ugye a mi egyetemünk, bár ugye általános univerzitás, de azért 50%-ban még mindig műszaki, sőt, hogyha az agrárt hozzáveszem, akkor több mint 50%-ban inkább műszaki. Tehát hozzá nagyon-nagyon sok hallgató szokott jönni szakgimnáziumból, és ott ebbe az évben, hát ott volt sok bizonytalanság. Dr. Földesi Péter hangsúlyozta, a járványhelyzet ellenére az egyetemen mindenki teszi a dolgát, ahogy eddig. A célok sem változtak, vagyis szeretnének minél több nemzetközi ranglistára felkerülni, és minél több külföldi hallgatót fogadni, hogy az egész világon megismerjék a Széchenyi jó hírét.